Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket Kistarcsa várossá avatásának 11. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényünkön. Kérem Önöket, hogy esemény zavartalansága érdekében kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Kérem, hogy az esemény kezdeteként helyünkről felállva énekeljük el közösen a himnuszt. Most pedig felkérem Solymosi Sándort, Kistarcsaváros polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kistarcsaiak! Második évtizedét kezdte településünk a városok sorában. Kistarcsa, mint város, fiatal, 11 év alatt mégis olyan sok minden történt, amivel több komolyabb múltú település is elégedett lehetne. A mai nap remek alkalom arra, hogy felidézzem az elmúlt egy év történéseit, fejlesztéseit, eredményeinket. Majdnem pontosan egy éve kezdték meg működésüket a napelemek közintézményeink áramellátásának biztosítására. A tapasztalatok jók. Komoly megtakarítást eredményezett használatuk, több mint 10 millió forintot tudunk megtakarítani így évente. Ugyancsak nagy energiamegtakarítást érünk el a gesztenye és óvoda energetikai felújításával. Nyílászárókat cseréltek, hőszigetelést kapott az épület, melynek eredményeként idén már 1 millió forint megtakarítás keletkezett az intézmény üzemeltetési költségeiben. Az uszodában részben TAO támogatásból, részben az önkormányzat támogatásából valósulhatott meg a kazán és ajtócsere, mely szintén megtakarítást eredményez a költségvetésben. Tavaly október 8-a óta használhatjuk a felújított Hunyadi utat, amely jelentősen megkönnyítette Kistarcsa ezen részének közlekedését. De nem csak az utak építése fontos számunkra, hanem a gyalogosokra is figyelünk városunkban, és büszkék vagyunk arra, hogy sok-sok kilométer járdával bővült az elmúlt egy évben is Kistarcsa járdahálózata. Karácsonyi ajándék lett tavaly decemberben az új rendőrőrs, de nem csak nekünk. További 4 települést is szolgál a központ, hozzájuk tartozik Mogyoród, Csömör, Kerepes és Nagytarcsa települések is. A beruházás teljes egészében a belügyminisztérium finanszírozta. Jelen pillanatban gőzerőben folyik a tornacsarnok építése a Simándi József általános iskola udvarán, melynek szerződés szerinti befejezése december 4-e
A beruházás teljes egészében állami forrásból valósul meg. Óriási lépés lesz ez a testnevelés órák korszerű és biztonságos lebonyolítása érdekében, hiszen három felé osztható a küzdőtér. A tornaterem lehetővé teszi a mindennapos testnevelés színvonalas ellátását. Kistarcsai sportegyesületek számára is nyitva áll majd, illetve reményeink szerint sport és kulturális rendezvényeknek is otthont ad majd. Régóta megérdemelte volna már, de csak tavaly tudtunk sort keríteni az alapszolgáltatási központ tetőhéjazat cseréjére. Hosszú évek óta húzódó problémákra tudtunk így pontot tenni, és nem utolsó sorban esztétikusabb lett az épület a település közepén. Évről évre jelentősen sikerül bővítenünk a térfigyelő rendszerünket is. 19 kamera fog működni hamarosan városunkban, melynek eredményeként biztonságosabb közéletet, illetve a bűnesetek megelőzésében komoly szerepet várunk tőle. Évek óta tendencia már, hogy egy-egy elmaradt szennyvízcsatorna szakaszt is meg tudunk építeni. Így történt ez a Bartók Béla utca esetében is. Már csak néhány rövid szakasz megépítése várat magára. Feltett szándékunk, hogy ezt a restanciánkat mielőbb pótoljuk. És ami különösen jó hír, hogy az elmúlt évben kiemelkedően sok játszótéri eszközt tudtunk telepíteni, illetve felújítani a gyerekek legnagyobb örömére. Így büszkén elmondhatjuk, hogy 4 jól felszerelt játszótér működik a településen. 2 kiemelt rendezvényünkre is sikerült pályázati pénzt nyernünk, melynek eredményeként a Böllér Fesztiválon a kárpátaljai fancsikát, míg a Kakasfőző Fesztiválon az erdélyi tórját tudtuk vendégül látni. Örömteli volt számunkra, hogy így módon egy-egy busznyi vendéget tudtunk üdvözölni testvértelepüléseinkről. Mert minden kapcsolat annyit ér, amennyire ápolni tudjuk, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy testvértelepüléseinkkel minél többet találkozzunk. Örömmel tapasztalom, hogy valamennyi rendezvényünkön folyamatosan nő a látogatottság, ami azt bizonyítja, hogy az emberek szeretik ezeket az eseményeket, és igényük van rá. És ezúton gratulálok civil és sportszervezeteinknek, akik időről időre szebbnél szebb, jobbnál jobb eredményeikkel öregbítik városunk hírnevét. Az önkormányzat igyekszik erejéhez mérten a legtöbb támogatást megadni tevékenységükhöz, melyhez ezúton is további sok sikert kívánok. A Kistarcsai Kulturális Egyesület számos programmal emlékezik Simándi József születésének 100. évfordulójára. Kérem, ha tehetik, látogassanak el ezekre a rendezvényekre is. Végezetül azt kívánom mindannyiunknak, hogy a jövő évben is hasonló sikereket tudjunk elérni, és mindehhez nagyon jó egészséget kívánok minden kistarcsai polgárnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az önkormányzati kitüntetések átadásával folytatjuk műsorunkat. Kistarcsa város önkormányzatának képviselőtestülete 2016-ban a következő személynek adományozza a Közszolgálatáért címet. Az állami anyakönyvezés tavaly ünnepelte 120 éves születésnapját. 1895. október 1-től kötelező ez a feladatellátás az állam szervei részére. Díjazottunk is a tavalyi év során jubilált, 35 éves közszolgálati jogviszonyát ünnepelte. 1984-től dolgozik a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban anyakönyvezetőként. Az elmúlt közel 30 év során 31.705 születés anyakönyvezését végezte el, 585 házasságot kötött össze, és majdnem ugyanennyi honosítási eljárásban eskütételnél működött közre. Az ügyintézésben nem jártas kívülálló számára is óriási számok ezek. Kevesen tudják, gondolják végig, hogy milyen összetett tudást, precíz, pontos munkát,
komplex munkavégzést igényel az anyakönyvvezetői munka. Megtévesztő ma már az elektronikus ügyintézésnél mindenképp az elnevezés anyakönyvvezető. Azoknak az eseményeknek a rögzítését végzi, amelyek meghatározóak és többségében örömteliek mindenki számára. Születés, házasságkötés, állampolgárság megszerzése. A kistarcsai, illetve jogelődjénél a kerepestarcsai hivatalnál eltöltött sok éves munkájával bebizonyította szakmai felkészültségét, rátermettségét, egyben elkötelezettségét is az anyakönyvvezetői munka iránt. A sok éves munka sem törte meg lelkesedését, ünnepi méltóságát és az anyakönyvvezetés iránti tiszteletét a mai napig lelkiismeretes, példamutató kollégája a polgármesteri hivatalnak. A közszolgálatáért címet a képviselőtestület döntése alapján idén Udud János név veheti át. Felkérem Solymosi Sándort, Kistarcsaváros polgármesterét, hogy adja át a díjat. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatta az én elismerő munkámat. Örömmel töltött el, és boldogsággal itt dolgozhattam, dolgozok, és még dolgozni fogok, és a közért. Mindent megteszek. Legjobb tudásom, lelkismeretem, és a legjobb, nem tudok, olyan hirtelen olyan meglepődött ez a dolog. Úgyhogy. Nagyon köszönöm mindenkinek! Kistarcsaváros önkormányzatának képviselőtestülete 2016-ban az év sportolója címet adományozza a következő személynek, aki sportolóhoz híven a mai napon atlétikai bajnokságon vesz részt 4 próbán, ezért nem tud közöttünk lenni. 2003. november 24-én született. Kicsi korától kezdve szeret sportolni, futni, már óvodás korában aranyérmet szerzett egy duatlon versenyen. 9 évesen kezdett el atletizálni, és a mai napig töretlen lelkesedéssel heti 4 alkalommal jár edzésre az Ikarusz Atlétikai Centrumba. A Simándi József Általános Iskola 7. C-osztályos tanulója. A 2014-2015-ös tanévben megkapta a Simándi József Általános Iskola Jó Tanuló, Jó Sportoló címét. Osztályfőnöke szerint aktív résztvevője az iskolai közösségi életnek, kimagasló sport teljesítményének és tanulmányi eredményeinek köszönhetően követendő példa társai számára. Dobogós eredményeket ért el különböző atlétikai versenyeken. A Diákolimpia Pest megyei mezei futóbajnokságon, Magyarország fedett pályás újonc bajnokságon, az Atlétika Diákolimpia Pest megyei döntőjében és a Budapest újonc bajnokságon. Kistarcsaváros önkormányzat képviselőtestülete a sportban kifejtett munka elismerése és ösztönzéseként Kistarcsaváros 2016-os év sportolója címet Baranyai Kristófnak adományozta. A díjat testvére Baranyai Balázs veszi át. Kistarcsaváros önkormányzatának képviselőtestülete 2016-ban a Kistarcsai Gyermekekért címet adományozza a következő személynek, aki már gyermekkorában tanító szeretett volna lenni, és ez az álma valóra is vált. 1976-ban végzett a Jászberényi Főiskolán tanítóként. Kistarcsán kezdte pályafutását 40 évvel ezelőtt a mai Simándi József Általános Iskolában, melynek aktív pedagógusa, meghatározó egyénisége volt 4 évtizeden keresztül. Évtizedeken át vállalta az igazgatóhelyettesi feladatok ellátását, abban az időszakban, amikor Kölcsey Ferenc nevét viselte az iskola. 24 éven keresztül volt saját osztálya, sok-sok kistarcsai gyermeket
és később azok gyermekeit vezette be a betűk és számok világába, legjobb tudása szerint segítette megoldani tanulói és azok szüleinek problémáit. Gyermekvédelemért felelősként a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát szívén viselte, nyomon követte és követi a mai napig is élethelyzetüket. Nagy figyelmet fordított a tehetséggondozásra is, kiemelten a matematikában jeleskedőket terelte képességei kiteljesedése felé. Két gyermek és két unoka büszke nagymamája. A kistarcsai gyermekekért címet a képviselőtestület döntése alapján Mudrisné Kubacsek Zsuzsanna kapja. Nagyon szépen köszönöm Kistarcsa város önkormányzatának a javaslatát, miszerint ebben az évben én kaptam meg a gyermekekért járó díjat. Amikor az ember a velem szemben lévő sorokban ül, akkor azt gondolja, hogy milyen egyszerű bármit is mondani. Ez nem így van. Nehezen jut az ember megfelelő szavakhoz, hiszen tele van a szíve örömmel, boldogsággal és meghatódottsággal. Én még egyszer szeretném megköszönni ezt a díjat az önkormányzat képviselőtestületének, az iskolámnak. A szívemben mindig meg fog maradni ez az iskola. A szülők, akárhová nézek, kolléganőt látok, vagy szülőt, nagymamát, akinek tanítottam a gyermekét, vagy unokáját, vagy Joci onnan integet nekem a sorból, kedvenc tanítványaim közül az egyik. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Kistarcsa város önkormányzatának képviselőtestülete 2016-ban a Kistarcsa városért címet adományozza a következő személynek, aki az EGRI Ho Chi Minh tanárképző főiskolán végezte felsőfokú tanulmányait az 1980-as évfolyamon. A volt első számú általános iskola, majd Kölcsey Ferenc általános iskola rajz-földrajz szakos tanára. Meghatározó egyéniségével sok-sok fiatal érdeklődését keltette fel a rajz iránt, lelkesítő hozzáállásával a kevésbé tehetségesek is megtalálták helyüket óráin. Földrajzórái épp olyan színesek voltak, mint saját alkotásai. Városunk címere az 1990-es évek közepén az ő terve alapján készült el. Sokan faragott structúrájáról ismerik őt. Az elsőt 1995-ben készítette. A kistarcsai rendezvények állandó kiállítója, a látogató kedvelt célpontja. Megtalálható műve a Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumban is. Kistarcsai otthonában alkot, fában, szaruban, struc és emutojásokban örökíti meg motivumait faragással. Nem géppel, hanem saját maga által eszterga késekből készített kis szerszámokkal születnek meg ezek a csodák. Apáról fiúra szállt itt a különleges kézügyesség, megörökölte a kiváló grafikus készséget fia, Kis Balázs is, aki képességeit számítógépes grafikusként kamatoztatja. Egy unoka boldog, büszke nagypapája. Mottója: a lélek nem korfüggő. Kistarcsa városért címet 2016-ban a képviselőtestület döntése alapján Kistarcsán folytatott kimagasló kulturális közéleti munkájáért Kis Péter kapja.
Nagyon meg vagyok hatódva. Tényleg nem tudok szóhoz jutni, csak azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A lélek tényleg nem öregszik. Lehet, hogy én sem. Nagy öröm ért a héten. Megkeresett a Mihály Dénes szakiskola, és felkértek arra, hogy az Eskéi iskolában még egy évig próbáljam meg átadni azt, ami bennem van, alakrajz, művészettörténet és anyagismeret tantárgyakban. Ezt csak azért tettem hozzá, mert igaz, hogy több mint 7 évtized eltelt fejem felett, mégis érzek magamban annyi erőt, hogy ezt tudjam csinálni. A meghatódottság elsősorban azért nagy nálam, mert az előző beszédben fiamra és családomra is kitértek, és ez azt hiszem, hogy mindannyiunkat boldogsággal tölt el, aki családban él. Ő tényleg egy tehetséges, sokkal, de sokkal tehetségesebb ember, mint én vagyok. Minden esetre nagyon szépen köszönöm mind a képviselőtestületnek, mind pedig, hogyha Kistarcsa város hozzájárult, akkor Kistarcsa város polgárainak is. Köszönöm szépen. Kistarcsa város önkormányzatának képviselőtestülete 2016-ban Kistarcsa díszpolgára címet adományozza a következő személynek. Ő jelenleg Kistarcsa legidősebb polgára. Esküvője napján 1939. augusztusában jött településünkre Aszódról. Mivel pedagógus családból származik, munkával töltött, aktív élete, értelme a gyermekek oktatása, nevelése volt. 4 gyermeke születése után 1954-ben napközi otthont alapított, vállalva annak szellemi és gazdasági vezetését is. Célja a szeretet és gondoskodás mellett a közösségért való munkálkodás volt. Otthonos környezetet, körülményeket teremtett, és bizony-bizony a gyerekek uzsonnájához gyakran a nagymamákkal főzték be a lekvárokat. A mai Szervantal gimnázium elődjében kapott tanítóképzői kitűnő oklevelet. Ezt gyümölcsöztetve 1957-től az általános iskolában kezdett tanítani. Sikerei közé tartozott a járási, megyei szakfelügyelők által is elismert színes mintatanításai, gyermeküdültetések, jelmezbálok szervezése. Az ezekből készült fotókat kincsként őrzi a mai napig. Volt diákjai szavait idézve, olyan erkölcsi normákat sajátítottunk el, és gyakorolhattunk nevelő munkájának köszönhetően, mint a fegyelem, kitartás, őszinteség, tisztelet, udvariasság, figyelem, mások megbecsülése, segítőkészség, és nem utolsó sorban a szeretet, amely személyes példamutatásával minden együtt töltött napon tükröződött felénk. A követelek, mert tisztellek elv alapján működött nála minden. Neki köszönhettük, hogy szerettünk tanulni, iskolába járni. Önzetlen szeretete, a megható emlékek felidézése, hosszú-hosszú távú memóriája, lexikális tudása a mai napig ámulatba ejt bennünket. Kati néni az igazi példa, csupa nagybetűvel. Nem csupán a mi generációnk, hanem utódjaink számára is. Segítőtársa férje volt 64 esztendeig. Szüleinek nevét a Nagytarcsai Iskola és Múzeum őrzi. Katú nénit mottójával köszöntjük, a boldogsághoz kevés csak a jelen, a múlton épül az emlékezeten. Örömünkre színt derűt ád, mint a gyök adja a virág színét, szagát. Kistarcsa díszpolgára címet 2016-ban a képviselőtestület döntése alapján Blaskovics Aladárné Katú néni kapja.
A család nevében dr. Karádi István mond köszönőbeszédet. Tisztelt kistarcsai polgárok, solymosi polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a Karádi és a Blaskovics család, hiszen ő Karádi Katalinnak született nevében ezt a nagyon nagy megtiszteltetést, és egy kicsit átgondoljuk a 102 évet, azért az nem semmi. Gondoljunk arra, hogy amikor Katonéni született, még 2 évig élt Ferenc József. Épp akkor tört ki az első világháború. Utána jött a fasizmus, háború, kommunizmus, mindet neki túl kellett élnie, és azt hiszem, azt lehet mondani, hogy egy olyan szeretetben, családi szeretetben élte ezt túl, ami nagy erőt adott neki is, és a családtagoknak is. Ugye 4 gyermeke van az én unoka testvéreim, és azt hiszem, hogy ez a szeretet belőlük is árad, amit Kató néni tudott átadni. Azért nem volt könnyű ám ez a 102 év. Elárulom, bár ez személyi adat, hogy súlyos betegségeken is átesett, szívműtéten is átesett, 6 órás szívműtéte volt, de utána is 1 hónappal később futott, mint a nyúl. Ez az igazság. Olyan erő van benne, és ez nem csak testi erőt jelent, hiszen a testi erő az genetikán és táplálkozáson és akaraton múlik, hanem hallatlan szellemi színvonalon gondolkozik. Hallottuk az előbb a memóriájáról, hogy milyen legendákat mesélnek. Én azt tudom csak tapasztalni, hiszen az orvosa is vagyok, hogy amikor tőle vért vesznek, hosszú-hosszú verseket tud akár 10-20 percen keresztül is mondani, ezeket nem felejti el. Fantasztikusan együtt él a jövővel és a jelennel, és azt hiszem, hogy ő a 20. század egyik legérdekesebb gyermeke. Köszönjük szépen! Minden díjazottunknak szívből gratulálok, az esemény zárásaként pedig kérem, hogy helyünkről felállva énekeljük el a közösen a szózatot, amit a Simándi József Általános Iskola fúvós zenekara fog kísérni. Köszönöm figyelmüket!